Több ukrajnai várost is robbanások ráztak meg az éjszaka folyamán és a reggeli órákban. Az orosz haderő intenzív támadásokat hajtott végre az ország keleti, déli és nyugati részén. Beszámolók szerint bombák csapottak a Lengyelország határához közeli Lviv városára, és onnan, az onnan nem messze fekvő egyik katonai támaszpontra is. Eközben az ukrán vezetés bejelentette, hogy vasárnap újabb humanitárius folyosókat nyitnak az ostromot városokban élő civilek kimenekítésére. Több várost is egyszerre támadt éjszaka az orosz hadsereg Ukrajnában. Ukrán sajtójelentések szerint bomba csapódott az ország keleti felében található Sziátohírcban, mintegy 50 méterre egy kolostor bejáratától. Ezeket a felvételeket a Nexta TV tette közzé. Ukrán források szerint a lökés hullám betörte az ablakokat, többen megsérültek. A BBC úgy tudja, robbanások rázták meg a nyugat-ukrajnai Ivano Frankivs városát is. A helyi polgármester szerint találat érte a repülőteret. Bombák hullottak a lengyel határ közeli Viv városára is, amely az ukrán menekültek egyik célpontja. Helyi ukrán katonai források pedig arról számoltak be, hogy a nyolc orosz a csapódott a várostól mintegy 30 kilométerre fekvő Javorivi nemzetközi békefenntartó és biztonsági központra. Az ukrán hatóságok szerint legkevesebb kilencen meghaltak a támadásban a legközelebbi lengyel határállomástól, mint egy egy órányira fekvő, 700 ezer lakosult vívbe érkeznek az ukrán hadseregnek szánt külföldi védelmi fegyverszállítmányok. A BBC értesülései szerint a helyi hatóságokat nem érte meglepetésként a támadás, már napok óta készültek rá. Ezzel párhuzamosan az Orosz Védelmi Minisztérium újabb harci sikerekről számolt be. A tárca olyan felvételeket tett közé, amelyeken állítólag az orosz tüzérség Krasnopol irányított lövedékkel lerombolta az ukrán fegyveres erők egyik parancsnoki állását a Kijevi régióban. A tárca szóvivője pedig bejelentette, hogy az elmúlt 24 órában több települést is ellenőrzés alá vontak az orosz katonák a keleti Donetsz régióban. Az orosz légvédelem lelőtte az ukrán légierő szó 24-es repülőgépét is Ljubimévka térségében, valamint két pilóta nélküli gépet, mondta Igor Konashenkov. Állítása szerint az orosz hadsereg eddig már több mint 3600 ukrán katonai létesítményt semmisített meg. Az orosz haderők azonban továbbra is a dél-ukrajnai Mariupolra összpontosítanak. Egy műholdképek készítésével foglalkozó amerikai cég szombaton új felvételeket mutatott be a körbezárt Azovi tengeri kikötővárosról. Az épi hírügynökség úgy tudja, hogy az orosz haderő a szombati ágyúzások során egy mecset körüli területet is célba vett. A közelben lévő imahely több mint 80 embernek volt a menedéke. Áldozatokra eddig nem érkeztek hírek. A 400 ezeres kikötő város még ukrán ellenőrzés alatt van. Ám az orosz barát szeparatisták az orosz csapatok segítségével már bevették a külső kerületeket. Ezt az ukrán és az orosz tárca is megerősítette. Ukrajna egyik legnagyobb városában már egy hete nincs víz, fűtés és áram. Az élelmiszer készletek is kifogyóban vannak. A település polgármestere szombaton a BBC-nek elmondta, hogy Zaporizsjából már elindult egy humanitárius konvoj Mariupol felé. Az ukrán államfő szerint a szállítmány várhatóan vasárnap délután érkezik meg az Ostromlott városba. humanitárius szállítmány holnap érkezik Mariupolba. A bonyolult szállítási útvonal miatt ugyanis Bergyáncban kellett tölteni az éjszakát. Erősítette meg szombatesti videóüzenetében Volodymyr Zelenszky, ukrán államfő. Ez már a harmadik ilyen kísérlet. Az előző két alkalommal tüzérségű lövedékek csapódtak be a konvoj útvonalán. Az ukránok és az oroszok egymást vádolják emiatt. Eközben az ukrán kormány főhelyettes bejelentette, vasárnap újra megnyitják a humanitárius folyosókat. 25 autóbuszt indítanak ki ebből az ostromlott ukrán városokba a civilek kimenekítésére.